Jaj, hát, kedves jósnő, néni, szeretném megtudni, mi vár rám a jövőben. Mutasd a eledeled, édes fiam. Mit? Miért? Ez miért kell? Látom, hogy eljön a csicseri borsó eső. Látom, hogy babra megy a játék. Látom, hogy nem csak a fotós kap lencsét végre, és látom a tej és méz nélküli kánánt. Hát, mik ezek a sületlenségek? Velem itt ne kukoricázzon, az én jövőmet mondja el. Édes fiam, te nagyon türelmetlen vagy. Neked csak ezt a könyvet ajánlom. Már érted, a jövőd a tányérodon. És már itt is vagyunk, azt én is meg tudom nektek jósolni, hogy egy remek ételt fogunk készíteni ma is közösen. Hát a nevéről mit is mondjak, e-mailben a legkönnyebb kiejteni, strapacska, nagyon népszerű ez az étel itthon kis hazánkban, és a vegán verziója nagyon ritka, főleg, hogy teljes értékű lesz, gluténmentes, és most kiteszem az idézőjelet, mert lesz benne szalonnapörc és jutúró is, természetesen egyszerű lesz elkészíteni, és nagyon gyors lesz. Gyertek, nézzük, miből készül. Na, csapjunk a strapacskába, nézzük a hozzávalókat. Ugye tudjátok, az összes alapanyag és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. A strapacska fő alapanyaga ugye a krumpli, látjátok, itt van már szépen megpucolva és beáztatva, barna rizslisztet fogunk használni. Ő lesz majd a leendő szalonnánk, ez egyébként natur tofu ebben az esetben apró szeletekre vágva, de majd a szója és a tofu kiváltására még mondok a későbbiekben tippeket nektek. Nézzük tovább. Jöhet a cashew tejföl, szintén a videóink között, illetve a receptjeink között megtalálhatjátok, tehát könnyen el fogjátok tudni készíteni, erről most nem beszélünk. Ismét egy szép tömb tofu, folyékony füst, és ugye a szójaszószból a gluténmentes verziót láthatjátok itt, savanyú káposzta. Jó, szuper, só, őröltlen mag, talán már tudjátok, vagy rutinosabb nézőink tudják, hogy a tojás jelleg megadásában óriási szerepe lesz, és főként egészségügyi szempontok miatt szintén kurkuma és egy kis bors is fog belekerülni az ételünkbe, csapjunk is bele. De mindenek előtt, ahogy ígértem, vegán blog tippek következnek, méghozzá három, mindegyik a szója készítmények kiváltásáról szól. A szójaszósz helyett kókuszaminót tudtok használni, a szója vagy a tofu tömbünk helyett akár főtt kölest, hogyha az sem, akkor esetleg kinoa, és ez az utolsó ajánlatom, mint kiváltási lehetőség. És egyébként a szalonnánk, óriási idézőjelbe téve, elkészítéséhez meg a padlizsán is kiváló alapanyag, illetve a gomba is egy lehetséges opció. Első teendőnk már is nagyon bonyolult, tehát tegyünk fel vizet melegedni, tettünk bele egy pici sót, most ezzel más dolgunk nincsen. A következő lépés pedig, hogy felaprítjuk a krumplit, és azért volt az előbb vízbe, hogy ne vadnuljon be, egyébként nyilván víz nélkül fogjuk beletenni ebbe a szerkezetbe. Természetesen, és talán úgy a legautentikusabb, hogyha lereszelitek, de én féltem a műkörmeimet, mert most tudjátok, zárva vannak, meg amúgy is türelmetlen és lusta vagyok, úgyhogy ebbe a gépbe fogom én most felaprítani vagy feldarabolni. És ami nagyon fontos, hogy ne legyen pépes, jó? Tehát épp, hogy ezt a szerkezetet csak bekapcsolom és valamennyire darabolja fel, semmiképp ne legyen túl pépes vagy lágy. Látjátok, tényleg nem sokat tévedtem, pár másodpercig kellett csak a kést aktívan használnom, és ilyen állapotú lett, ez a jó állag körülbelül. Most pedig egy picit sózzuk be a krumplinkat, illetve ezt a pár fűszert tegyük hozzá. Nem kell hozzá nagyon sok só, el is fogom kevergetni. Jött a jelzés, hogy bőven elég volt. Jó. Beletesszük azért a kurkumát is, főleg az élettani hatásai miatt, tudjátok, ezt már meséltem. Szépen elkevergetjük, és egy picit hagyjuk pihenni, állni, addig meg fogjuk csinálni a békönünket. A folyékony füstöt és a gluténmentes szójaszószunkat hozzáöntöttük a leendő békön darabkáinkhoz, ezt jó alaposan összekevertük, és nincs más feladatunk, mint hogy egy ilyen
serpenyőbe téve, nyugodtan a levét is szépen belekapirgálva, szépen kisütjük, egészen addig sütögessük, amíg ilyen szalonna pörcökhöz hasonló állagú nem lesz, tehát a nedvesség tartalma jelentősen el fog vészni hamarosan, főleg ha be is gyújtom rendesen. Látjátok, szimultán virtuózkodom, amíg a szalonnánk készül, addig látjátok, a krumpling már milyen szépen leveteresztett. Most hozzátesszük a barna rizslisztet, illetve a lemmagot, és megint egy rövid pihenőre fogjuk őt. Próbáljuk átadni az élőadás varázsát, tehát nézzétek, azért ez egy picit száraz, tehát lehet hozzá még egy kis vizet adni. Evőkanalanként adagoljátok hozzá, legyetek szívesek a vizet, jó? Tehát, hogy nehogy túlvizezzük, mert olyan állaga legyen, hogy szépen tudjunk belőle majd ilyen nokedli formákat szaggatni. Nézzétek, ilyen lett, most ítéltem meg, illetve ítéltük meg szaggatható állagúvá. Ezt most egy picit megint félretesszük egy olyan negyed órára, és addig elkészítjük a jutúrónkat. És egyébként, amiről nem beszéltem, de most eszembe jutott, és elmondom, hogy olaj nélkül főzünk, talán ezt most már sokan tudjátok, és itt sem használunk olajat, tehát abban sül ki, amit ugye az előbb hozzátettünk. Már bele is tettük a tofut, illetve némi sót az aprító szerkezetünkbe, már csak a pici folyékony füst, illetve a savanyú káposzta kell hozzá, és mindjárt a gépi erőhöz folyamodom ismét. Jó, tehát ez a jutúró pikpak elkészül, ez most már egyértelműen látszik, főleg, hogyha be is tudom kapcsolni, ez pépesre, jó? Tehát itt ne sajnáljátok, adjatok neki. Ilyen lett, és egyébként szintén hasznos jó tanácsom, hogy nyugodtan ízlelgessétek, és a saját ízvilágotok szerint állítsátok be a megfelelőre, tehát sót, füstöt ne sajnáljátok belőle, ez nagyon finom lett, az imént kóstoltam meg. Jó hírem van, látjátok, most már a szalonna szerűségünk, helyettesítőnk nagyon szépen megsült és elkészült, megvan a jutúrónk is, most már nincs más hátra, mint a addig már felfort vízbe a nokedli formájú valamink elkészítése következik. Jelentem, a legizgalmasabb részhez érkeztünk, a víz lobog, a szívem nagyon dobog, hogy jól sikerüljön, már csak azért is, mert az élőadás és egyébként a közös főzésünk varázsa, hogy most törtük össze a gimbalunkat, az ott a mozgás kiegyenlítő csoda szerkezetünket, ezért nem vagyunk idegesek, és nyilván nem látszik az arcunkon, de nem állíthat meg semmi minket, most fix beállítással dolgozunk, ezt is elmondtam, nézzétek, körülbelül ilyen egyharmad darabokat próbálok majd ilyen galuskaként beledobni, és ez most visszament a lábamra, mert mezitlen vagyok, és rohadtul égetett, az meg beleesett oda, remek! Jöhet a következő, és így tovább, és így tovább. Most hagyjunk egy pár percet a galuskáinknak, addig pedig a perceinket szórjuk bele egy picit egy ilyen szép kis tálkába, és majd erre fogjuk rászedni mindjárt a remélhetőleg hibátlanul elkészült nokedliket. Képzeljétek, nagyon izgultam, hogy szépen egybe maradjon, de gyönyörűek lettek a kis nokeddi szerűségeink, és ahogy ígértem, most szépen elkezdjük jó alapos lecsöpögtetés után beleszedni a tálunkba. Nem kell végignéznetek. Most keverjük hozzá a brinzánkat, vagy a vegán jutúrónkat, illetve most szépen rápakolom. Szépen el is fogom kevergetni, és amíg egyébként itt tevékenykedek, addig elmondom nektek, hogy a kód fog következni, méghozzá a vegán optikus kedvenc étele lesz a kód, ami pedig a kontaktlencse leves. Oké? Mindenki megjegyezte? Jó, ezt egy picit így elkevergetjük, és utána még mindjárt a kesutejfölből is teszünk rá. És remélem látjátok, bár most ugye fix kameraállással dolgozunk, amíg össze nem gyűjtjük az új kamerára valót. Na, tehát a lényeg az, hogy ez ilyen módon el lett keverve, és a maradék pörcünket szépen rászórjuk, és már beízítottam a kemencét, tehát 180 fokon megy már a sütőnk, és amíg egy kicsit ilyen barnás nem lesz a teteje, addig bent is fogjuk hagyni, erre most ilyen fix időket nem fogok mondani, úgyis majd látjátok mikor, jó? Na, tehát irány a sütő! Talán még nem tudjátok, hogy milyen élményben van részetek, mert ez
valami zseniális. Talán nem árulok el vele titkot, hogy édesapámékhoz átvittem előző hétvégén rögtön a forgatás után, és nem hitték el, hogy ez vegán strapacska, úgyhogy annyira ízlett nekik, hogy mindenképp meg kellett ismételnünk, és meg kellett osztanunk veletek ezt az élményt, illetve az elkészítés módját. Próbálom azért nektek mutatni, hogy milyen lett, tehát szerintem nagyon szép és abszolút autentikus, és higgyetek nekem, isteni finom. Most már viszont eljött a búcsú ideje, kérem szépen a harangot bejelölni az értesítésekhez. A köszönömöt, illetve a kódot, tudjátok, elhangzott, azt is írjátok le, létszi a YouTube videó alá. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok!